Jó estét kívánok! Hát ez csak egy, nem tudom, hogy mennyire kedves, de minden esetre annak szántuk, meglepetés volt. Ilyen volt egykor, 38 éve. Köszöntöm a kedves nézőket. Úgy csinálok, mint eddig nem beszélgettünk volna, hogy kezdődjön hivatalosan ez a Big Ben. Tényleg az, kaptam egy olyan órát, amely negyed óránként a Big Ben csengeti, a Big Ben harangját. Negyed óránként, mindig kicsit hosszabban. Bocsánat, nem kapcsoltam ki, de nem baj, ugye nem baj. Na, tehát, akkor is fordult elő véletlenül olyan eset, hogy amikor megnézzük, hogy miből álljon a következő adás, valahogy hasonlítottak a témák egymásra. Nem mindegyik szólt ugyanarról, de valami közös, valahogy kikívánkozott belőle. Ördög tudja, hogy volt. Miből jött, szerencsés összeegyezés volt, olyannyira meg fogják látni, vagy megítélhetik, hogy most is egy ilyen a beköszönő műsorunk. Becsület szavamra, nem volt szándékos. Ezt nem lehet szándékosan kitalálni, hogy ötletek hasonlítsanak valamiben. Előre meg is mondhatom, hogy mi a közös bennünk. Mindegyikben orvos a főszereplő. Ha egy fiatal ember elvégzi a gimnáziumot, leérettségizik, egyetemre jelentkezik, akkor, és azt mondja, hogy orvos akarok lenni, a kutya sem csodálkozik. Persze, miért ne? De ugyanezt egy lány mondja, azért még a mai napig is egy kicsit elcsodálkozunk. Vagy ha nem, de minden esetre megkérjük, hogy miért éppen orvos. Hát mit nem mondjak, minden egyéb szándék, erőszakos szándék nélkül, pontosan így kezdtem a beszélgetést. Az őszinte igazság az, hogy egy diákkori szerelem, egy középiskolás szerelem volt az, ami végül is eldöntötte az én pályámat, mert középiskolában már együtt jártam a férjemmel, összebarátkoztunk, és ő mérnöknek készült, és az a modern szak, amit ő választott, az Temesváron volt. És mi szeretjük egymást úgy, ahogy tinédzserek szeretni tudják egymást, de valahogy olyan jó kapcsolat volt közöttünk, hogy szerettük volna, hogyha ez tovább tart az iskolánál. Örülök, hogy orvos lettem, és örülök, hogy úgy döntöttem, hogy majd ez a barátság szerelem folytatódjon. Most ennyi év után, ami nem volt nagyon sok, de minden esetre főorvosa egy mesterségnek a szakmán vagy a hivatásán belül, ami tulajdonképpen egy szelete csak a belgyógyászatnak. A főorvos úr az osztályon kijelölt, hogy maga lesz a diabetológus. Ez így volt. Főorvos úr tudta, hogy miért jelöl ki pont engem, hiszen ő bizonyára tudta, hogy nagyon sok kommunikációval jár, beteget magunkhoz kell vonzanunk pszichésen is, hogy elfogadja azokat a dolgokat, amiket ajánlunk, meg felvázolunk. A cukorbetegség egy nagyon vegyes dolog. Ugye vannak egyszerűsítve, van az egyes és a kettes típusú cukorbetegség. Az egyes típusú az körülbelül a cukorbeteg populációnak a 10%-a. Ők azok a páciensek, akik csak inzulinnal kezelendők, mert inzulin hiányban vannak, és inzulin nélkül nem tudnának élni. Jó estét! Jó estét!
Elgondolkoztak már azon, hogy önök milyen csodálatos, több száz millió sejtből felépített, veszélyesen bonyolult és érzékeny biológiai szerkezetek? Nos, én egy ilyen, az önökéhez hasonló csoda egyik eleme vagyok. Egy tinédzser lány, hasnyálvirigye. Összeköttetésben állok lényének minden apró kis részével, és igen fontos szerepem van az összhang megtartásában. Ennek érdekében különféle anyagokat termelek. A legismertebb, és bevallom önöknek őszintén, számomra mindközül a legkedvesebb, az inzulin. Mert inzulin nélkül nem lehet élni. Az inzulin termelő sejtjeim, különben béta sejteknek nevezték el őket, kis szigetekbe tömörülnek. Készítek egy előinzulint, a proinzulint, melyből a szükségletek megfelelően választom le, és kínálom az inzulint. Előfordulhat, hogy valami nagyon rossz behatás ér, amitől pusztulnak az inzulin termelő sejtjeim, és ezzel párhuzamosan csökken az inzulin termelésem, és hogyha ez elér egy kritikusan alacsony szintet, akkor bekövetkezhet a legrosszabb. Mert itt mondtam, inzulin nélkül nem lehet élni. Sokszor mondják a betegek, hogy ők úgy hallják, hogy van, aki meggyógyul a kettes típusúból. És mindig mondom, hogy nem meggyógyul, csak rendbe tudjuk tenni, szinten tartjuk, de ha azok a körülmények újra fellépnek, amelyek manifesztálták ezt a cukorbajt, ami helyre jött, vagy elhagyjuk a kezelést, akkor újra megjelenik a magas vércukorszint. Olivier Bourdieu. A kortárs francia író szerint mindig az az ellenség a legveszélyesebb, akire egyáltalában nem gyanakszunk. Hát gyanakodnátok ti a fehér, sejmes fényű, édes, puha pihe cukorra. Csak is jó lehetek, gondoljátok, de ez óriási tévedés. Én egy sejtméreg vagyok, legbelülről pusztítok kifelé. Csábítok és megfojtok, kábítok és megrontok. Jaj, én egy drog vagyok, függőséget okozok. Egyre több kell belőlem, egyre gyakrabban. A rászoktatást már zsengekorba megkezdem. Aztán folytatom, nem állok le, amíg el nem pusztítalak ideje korán. A hasnyálmirigyed több mint 100 évre hitelesített. Én elintézlek 40-50 év alatt. Ha mohó a delikvens, akkor jóval hamarabb. Sok a potenciális áldozat, itt az iskolában is. Benne vagyok a reggeli kakaóba, teljes kávéba, kolázsba, és minden sütiben. Bár az az igazság, hogy elég rosszak mostanában a suli büfék. Egyre egészségesebbek, ez felháborító. Egyre többen ellenállnak nekem, elutasítanak. Igen. De azért csak tessék, tessék, betegségbe essék. A leleményességem határtalan. Modern design, trendi színek. Jaj, és az a sokféle csomagolás, imádom. De már semmi nem olyan, mint rég.
ezek a mai fiatalok. Egyre nehezebb eladni magam nekik. És mi lenne, ha olyat szerveznénk, amire a beteg önként jön be, és dalolva, és jól szórakozik, tehát írjuk meg egy fordulatos színdarab formájában ezt a dolgot, és tegyük bele azokat az információkat, amelyeket átadnánk. Na lássuk, gyerekek, hogy szolgál a vércukrunk? Hiszen tudjátok, csak egy érintés, csak egy pöccintés. Csak egy érintés, csak egy pöccintés. Az volt a célom, hogy mind az egyes típusú, mind a kettes típusú cukorbetegségről szó essék ebben a darabban, és szükséges információkat adjuk át, úgyhogy ez nem csak cukorbetegeknek szóljon, hiszen nagyon fontos a megelőzés, és nagyon fontos a szövődményeknek a kivédése, tehát a nem cukorbetegek számára is adjon információkat. Én felkerestem Döme Zsoltot. A zeneszerzőt. Parancsol? Ismerte korábbról? Nem, hanem kinyomoztam, és ilyen több hetes nyomozás után hívott fel, és azt mondta, hogy elvállalja ennek a megzenésítését. És mivel ez nekem tetszett, érdekelt, ezzel foglalkozom, és a fejemben volt a vers is, az írás, meg ez a szakma is, úgy összetudtam a kettőt gyúrni. Hippokratész megmondta régesség, a gyaloglás gyógyíts, azt is még. Legyen a táplálékod a gyógyszeret, s a gyógyszeret a táplálék. A táplálékod piramisba hordod, a gabonákra legyen legtöbb gondod, majd arra pakolj zöldséget, gyümölcsöt, a tojás hús és helyet arra töltött. A csúcsán hol a kupac nagyon kicsi,
a zsírok vannak, s bármi nehéz bírni. A legkevesebb legyen süti csoki, így egészséges leszel, s le tudsz fogyni. Hippokrátész mit mondott régesség? A gyaloglás gyógyít, azt is még. Legyen a táplálékod a gyógyszerem, s a gyógyszerem a táplálék. Hippokrátész jól mondta régesség, az evésben mértékletes lény. Az orvoslás adja már az ókorban tudta, hogy az elhízás a köve a vén. Az első szövegkönyv az 3,5 órás előadás lett volna. Ezt Döme Zsoltnak elvittem, ő mondta, hogy ez háború és béke, elfújta a szél, tehát ez nagyon hosszú. És ebből próbálják, mondtam, hogy ez nagyon kevés, ami benne van, tehát vissza kellett nyírbálnom mindazt, amit beletettem volna, de nem hagytunk ki semmit, csak vázlatosabbá tettem, egyszerűsítettem. A darabot elvittük Döme Zsolttal Bodrogi Gyulának. És azt mondtuk, ha ő véleményezi és jónak tartja, akkor dolgozom rajta tovább. És neki tetszett, és ő lett a keresztapja is. Sokkal jobb címet adott neki. Az édes és keserű, mint cím, és ez azt hiszem nagyon találó. A 2022-ben került sor az előadásra, a Diabetes Világnap tiszteletére novemberben. De mi már egy évvel előtte is, 21-ben is nekilódultunk, akkor szószoros értelmében elvitte a Covid. Én tudtam, hogy nekem egy dobásom van. És azt mondtam, hogy ez a darab valószínűleg jó. De nem láttuk a prototípusát, nem láttuk a színpadon. Nincs előzmény. Nem, nincs előzmény, és maga ez a műfa is nehezen elhelyezhető. Ugye a színházban azt mondják, hogy oktatóanyag, a diabetológiában, az orvoslásban azt mondják, hogy hegedülnek benne, tehát ez így valahogy hova rakjuk. Nem tudtam másképp megvalósítani, csak ha magam megcsinálom, és megpróbálom hozzá összekaparni a rávalót. Van egy honlapja ennek a produkciónak, a www.edeskeseru.eu, és ott minden stábtagunk, és minden közreműködő, és minden szponzorunk szerepel, és maximálisan köszönettel tartozom mindannyiuknak. Hány előadás volt? Egy. Egyetlen egy. Erre volt néhány napos főpróba hetünk, és volt az előadás a Budapesti Kongresszusi Központban. A közönség soraiból kaptam rengeteg visszajelzést, kérdést, hol lehet ezt majd megnézni, mikor játsszuk újra. Olyan emberek, akik nem voltak ott, csak hallottak róla, jelezték, hogy szeretnék megnézni. Azoktól, akik ott voltak, azt hallották, hogy ezt jó látni, jó lenne mindenkinek látni, és okultak belőle, és jól is szórakoztak. És ez egy nagyon jó dolog volt, visszajelzés nekem, úgyhogy majd én azt nagyon szeretném, hogyha ebből színházi előadás lenne továbbiakban is, és minél többen megnézhetnék. Tulajdonképpen csak színpadra kell tenni, készen van minden, csak el kell játszani. Kérdés,
Hát kérem szépen, született egy új musical, akármit mondanak. Hiába esetleg fintorognak az orvosok, és azt mondják, hogy milyen orvostudományi haszna van annak, hogy hegedülnek benne. Vagy a másik fél, amelyik azt mondja, hogy nem kell a tudományt belekeverni a szórakoztatásba. Ez azt hiszem, főleg gyerekeknek, fiataloknak, de én szerintem felnőtteknek is. Egyszerűen szórakoztatva megtanulják, hogy mire kell vigyázniuk, ha egyszer elérte őket ez a baj. Én azt gondolom, hogy dr. Károly Hortenzia munkájának be kell érnie. És hozzáteszem, mindjárt nem egyedül, hiszen ő rengeteg szakmai és egyéb körben mindent megpróbált, hogy mellé álljanak. Sokan mellé is álltak ebben a kezdeményezésben. Például a cukorbetegek, hogy is van ennek az alapítványnak? Bocsánat, fölírtam pedig. Azt mondja, cukorbeteg alapítvány. Írtam föl, hát akkor így hívják. És benne Timár Béla az elnök nagyon sokat segített, úgyhogy megérdemli, hogy külön megemlíthessem. De hát a művészek is. Bodrogi Gyula, a nemzet színésze, még névadója is volt, mint hallották az imént a műnek. Hát én nagyon remélem, hogy ez tovább él ez a darab. Orvosokról ígértem, hogy szól a mai műsor. A következő orvos régi ismerősöm, de csak a véletlen az oka, még meg nem vizsgált, még nem le volt soha köze. Ilyen szempontból hozzám nem is lehetett volna, majd mint kiderül. Puerto Ricóban ismertem meg, teljes véletlenül. Én ott voltam veterán súlyemelők világbajnokságáról tudósítani. Ő azt hiszem nyaralt a gyerekével és a családjával. Talán ezért, talán nem, de minden esetben megismerkedtünk. És nagyon kellemesen telt a közösen töltött idő, és aztán nem láttam sokáig. És aztán tudtam róla viszont, hogy megalakult Magyarországon, miután visszatelepült a 90-es évek elején, megalakult a Káli Intézet. Meddő asszonyok boldogságára, melyszen ezek azzal foglalkoztak, mégpedig hatásosan, hogy akiknek nem sikerült mindaddig, azoknak is lehessen kisbabájuk. Ha jól emlékszem, valahol Káli Nagy Géza azt mondta, hogy közel 20 000 a szám itthon. Márpedig 20 000 kisbabának lenni papája nem csekélység. Most úgy alakult, hogy egy kicsit be is került a lapokba nemrégiben, hiszen az intézményt átvette az állam, megvette az állam, és ő eladta az államnak. Ez mind önmagába véve elég érdekes és meglehetős port vert fel szakmai körökben is, és hát egész más dolgok is történtek vele, de ezt nem én mondom el, hanem ő maga. Egyszer szerepeltem a Telefere műsorodban. Voltál mikroszkópom? Igen. Tényleg? Igen. Jó estét kívánok! Kezdjék helyet parancsolni. Egy nagyon érdekes intézmény az, ami az ön vezetése alatt működik. Ez ilyen ambuláns nőgyógyászati kórház, ugye? Igen. Tessék már beavatni bennünket, mit ért ezen? Éppen ma délelőtt tartottam az orvos tovább képzőbe a budapesti főorvosoknak egy előadást erről, ami teljesen idegen a magyar egészségügy, magyar egészségügyi ellátásban. A mi intézetünkben nincsenek ágyak. Álva fekszenek. Nem.
Nem, de talán úgy fogalmaznám meg, mint ahogy délelőtt megfogalmaztam, hogy ha meghívunk egy vendéget állófogadásra, ugye, akkor az a vendég eljön, kap egy italt, körbesétál, beszélget mindenkivel, és egy óra múlva hazamegy. Mert így van stimulálva. Szervezve. Így van szervezve. Na most, ha ugyanezt a vendéget meghívjuk, leültetjük, italt adunk, szendvicset adunk, ugyanazt, akkor alig tud az ember megszabadulni tőlük. Ugyanígy van a betegekkel is. Azok a betegek, akik egy kis műtétre bejönnek, és tudják, hogy 3 napig kell ott lenni, akkor már eleve úgy, pszichológilag úgy készítik magukat elő, hogy 3 napig fognak maradni. Na most a nőgyógyászati műtéteknek a legnagyobb része nem igényel többet, mint egy 3-4 órás pihenést. Ja, pihenést utána. Hát ez a hazatelepülés, tudod, ez egy más fogalom már, mert mikor annak idején a szocializmus elől, vagy kommunizmus elől mi emigráltunk az Egyesült Államokba, akkor politikai menedékjogot kaptunk. Tehát gyakorlatilag azonnal 1-2 éven belül zöldkártyánk volt, és 5 év alatt pedig állampolgárok lettünk. Na most akkor hazatelepülés azt jelentette, hogy valaki 45-be ment ki, és 70-es években hazatelepült. A globalizáció megváltoztatta ezt a részét a hazatelepülésnek. Ma gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy hol él az ember, ha egészsége van, szabad ideje van, és egy kis pénz hozzá. Egészség, szabadidő és egy kis pénz. Tehát itt ülünk most ugye Dörgicsén, egy kis elhagyatott faluba, de éppen olyan jól érzem magam, mint New York városának kellős közepén, mert ugye benne vagyunk egy olyan közösségbe a világhálón, ami szinte mindegy, hogy az ember hol van. Igen, de megtartottad az ottani létezésed. Persze, persze, persze. Hát mi az öcsémmel együtt diszidáltunk, aki építészmérnök volt velem, gyakorlatilag egykorú, 1 évvel fiatalabb, mint én. Ő amerikai hölgyet vette feleségül, én egy magyart, és a mai napig is életvitelszerűen építészmérnökként az USA-ban él és dolgozik. Ő 79. Én vagyok 80. Viszont ami érdekes, hogy áttelepítetted ide az ottani létezésed tárgyait, helyszínét. Mert ahol ülünk, te magad mondtad, mikor beléptünk, hogy ez az ottani létezésed ide települt. Hát igen, voltak olyan évtizedek az életemben, amelyek meghatározó fontosságúak voltak. Tehát ugye az embernek a lakása, a kocsijai, a bútorai, a könyvei, stb. Hogy hozzá nő az emberhez, és nem akartam, hogy ezek kárba vesszenek. Oda rendeltem 2 hatalmas nagy kamiont a házam elé, és egy ilyen rakodó brigádot, és így mutogattam rá az egyes dolgokra, hogy ezeket rakják be, addig, amíg a ház gyakorlatilag ki nem ürült. Hát természetesen hálószobából csak egyet hoztuk át, de a nappalit áthoztuk, az ebédlőt áthoztuk. Meg a kedvenc autót. A kedvenc autómat áthoztuk, képeimet, szőnyegeimet, tehát a minden olyan emléktárgyat, ami szívemhez közel állt. Aránylag sok időt és energiát fektettünk abba, hogy szép dolgokat vegyünk, és úgy sajnáltam volna elvesztegetni ezeket. Pamla Gaza egy ilyen áruházba találtuk, ahol mondták, hogy ez a George Washington díványnak a replikája. Erre mondom a nejemnek, hogy vegyük meg. Hát minek nekünk ez? Ne nézd rá, hova tegyük, meg így, meg úgy, meg amúgy. Hát sajnálnám, mikor találkozunk még egy ilyen replikával. Na, rábeszéltem, megvettük, $6000 jó lesz idott, és azóta is megvan, szeretjük, és most megtalálta a helyét a múzeumban. És még van hozzá 2 karosszék is. Azok csipendélszékek. Én mindig láttam, hogy az Oval Office-ban, a Fehérházban, ugye 2 ilyen szék van a kandalló mellett.
amiben ugye államfők, az amerikai elnök tárgyalgattak. Tehát a magas vendéget az elnök oda ült. Az, pontosan. És mellé ülés. És akkor ott a sajtó, ott a sajtó, és akkor megy a fényképezés, és vettem ebből is kettőt, hogy legyen meg, és természetesen itt van a emlékháznak. 69-ben elmentél, és ma mindenki tudja, nem titok, gazdag ember vagy, és megengedhetted magadnak mindazt, ami a környezetet. Min alapult ez? Orvos voltál, ez a végzettséged. Mik azok a stációk, ahol ennek a lehetősége megtermett? Sokszor gondolkoztam ezen a kérdésen életemben már, miért alakult így az életem. Elsősorban én nem egyedül voltam orvos, hanem a feleségem is nőgyógyász volt. És az Egyesült Államokban nagyon jó lehetett keresni. És mi kétszer annyit dolgoztunk kint, mint az amerikai nőgyógyászok. Tehát ha ezt papírra akarom vetni, akkor könnyen meg tudtunk keresni akár $1 millió egy évben, fiatalon. Mi ezt akkora pénznek tartottuk, hogy sose költöttük el, mindig megspóroltuk, és befektettük bizonyos dolgokba, főleg építkezésekbe az öcsémmel, aki építészmérnök volt. Tehát ez egy két kézzel megkeresett vagyon, leadózott vagyon az Egyesült Államokban, és térjünk át egy pillanatra Magyarországra, és akkor jött a Kál Intézet. Oda befektettünk, és éveken keresztül veszteséges volt a Kál Intézet, majd ahogy Európa egyik legnagyobb intézetévé nőtte ki magát, ott is már 2-3 millió forintos forgalmunk volt. Tehát azok is, ugye az már közpénzekről beszélünk, mert az egészségbiztosító fizette ezeket a beavatkozásokat, de az is a végére már egy ilyen gazdaságos vállalkozássá vált, addig, amíg ugye nem minősítették a szolgáltatást ilyen nemzetfontosságú eljárássá, amikor gyakorlatilag az állam átvette őket. 2019 tavaszán jelentkeztek, engem behívtak gyakorlatilag a minisztériumba, a Kassler miniszter úr, és mondta, hogy ők szeretnék megvásárolni a intézeteimet. Én nekem az az érzésem, hogy mi éveken keresztül, talán évtizedeken keresztül harcoltunk azért, hogy minél több finanszírozást kapjanak a meddőpárok Magyarországon, és kezeléshez jussanak, és szülessenek meg azok a gyerekek, akiket nagyon szeretnének a szülők, hogy megszülessenek, de nem tudnak teherbe esni, mert meddők. Én azt mondtam, hogy igen, ők piaci árat fizettek érte, ami mondjuk visszatérült az amerikai befektetésem, és ezt az amerikai befektetést, nagy pénzekről beszélünk, milliárdos tételek nyilván, rögtön vissza is vittem az Egyesült Államokba. És ami a legérdekesebb része volt ennek a történetnek az, hogy mérhetetlen energia szabadult be bennem. Ez elment, az is elment, csomó fejfájás megszűnt, és akkor nem mondom, akkor csináljuk valami nagyon nagy dolgot, pozitívat. És akkor jöttünk a Balaton fele, fölépítettük az Automotor Múzeumunkat, amelyik Európa egyik legkedveltebb, látogatott múzeumává vált. Az országban ehhez mérhető, fogható nincs még egy. Vitorlázásban egyik legjobb csapatot állítottam össze,
versenyvitorlát. Ezek profik, akik mellétszegők? A vitorlázók? Igen. Profik, hát nyilván valami kompenzációt kapnak, de nem úgy, olyan értelemben, mint az amerikai versenyeken, az American Cup-ba. De te vagy a gazdájuk e tekintetben. Igen, igen, ezt én finanszírozom, ha úgy tetszik, igen. Vettem egy, szereztünk egy kikötőt, ahol vitorlásoktatás folyik fiataloknak, sőt, még az olimpiai utánpótlás képzésében is szerepet vállaltunk. Hát azt láttam egy-két ilyen kis filmen, ahol szerepeltél a múzeumban, bemutattad a kocsikat, hogy szinte gyermeki élvezettel ülsz ott a autók volányánál. Mai napig is. Általában főszezonban 200 ember fordul meg a múzeumunkban. Négy csoportban, 50-es csoportokban jönnek. És ha tehetem, mindig bemegyek, és egy olyan 5-7 perces tárlatvezetés személyesen is csinálok. Drágább a belépő? Nem, de van már olyan kérés, hogy akkor jövünk csak, hogyha a professzor úr ott van. A második világháború után gyakorlatilag megszűnt a járművek Magyarországon. A 40-es évek végén, amikor én kicsi kis gyerek voltam, nem voltam autó, nem voltam motor, különösen vidéken. Hadd beszéljék egy kicsit az amerikai autógyártásról, az közel áll a szívemhez. A életem nagy részét az USA-ban éltem le, és a magyarok az amerikai autógyártásban komoly szerepet győzöttek. Ugyan beállítva, hogy három kör után megállaló, Antalnál van egy távirányító, amikor megáll a ló, ő le tudja ugratni, és a szőnyegen le fog szaladni. Tulajdonképpen te életeket hoztál létre az intézményed révén, és azzal, hogy abba hagytad, most átengedted a saját intézetedet, megszabadultál tőle kvázi, és most a gépekre koncentrálsz. Nyilván egy autómúzeumnak a működtetése, meg lombik bébik világra hozatala, mint Makó Jeruzsálemtől olyan távol van egymástól, de annyi közös van azért bennük, hogy mindegyik hatalmas mennyiségű energiát, lelkesedést, forrásokat, pénzt igényel, anélkül egyik sem megy. És itt ül velem szemben egy 80 éves fiatalember. Mi még? The best is yet to come. Tehát a legjobb dolgok még csak ezután következnek. The best is yet to come, mondja Káli Géza, és félelmetes, tényleg nem ijesztően félelmetes, hanem imponálóan félelmetes. Az életkedve, az optimizmusa, hogy annyi minden után, ami jó történt vele is, és körülötte is, általa is, hogy annyi minden után azt mondja, hogy a legjobb még hátra van. Hát lépjünk tovább egyel. Meghívót kaptam egy fotókiállításra. A művész
Hajdú D. András. És hát a nagyfiam szólt, hogy mennék el a kiállításra vele. Hát nem volt szokása addig az apját kiállításokra hívogatni. Mondom, ez csuda dolog lehet, ha azt mondja, menjünk el. És elmentünk. És hát itt nem csak őt ismertem meg, és a munkáit. Véletlenül egybeesett az idő a látogatásunkkal, hogy itt volt nála Dr. Hardy Richard. Azt mondhatnám, hogy a legjobb barátja, föltételezem, de minden esetre kettejüket óriási barátság köti össze, és ez szorosan összefügg magának Andrásnak a munkájával, és hát szorosan összefügg azzal is, hogy megismerhessük magát, Hardy Richard doktort is. Idestova 20 éve dolgozom fotósként, én arra jöttem rá, hogy idő kell ahhoz, hogy az ember megismerjen valakit. Tehát időt kell ott töltenem, és sokszor ez nem is feltétlenül hasznos idő, tehát fotográfiailag, mert egyszerűen csak ott vagyok, telik az idő, megfigyelek, megérzek gesztusokat, szagokat, bármit, és kb. 2 hónap egyként tartózkodás, és pontosan azért, mert egy hét, mire az ember megnyugszik. És egy héttel mielőtt már jön haza, akkor már nincs ott fejben. Tehát igazából a hasznos idő az 4-6 hét, amikor az ember ott tud dolgozni, és akkor ebben még ugye bele kell számolni sokszor az olyan munkákat is, mint hogy maláriás is voltam, meg volt még egy betegség. Tehát hogy azért ott össze lehet szedni mindenféle dolgot. Tehát igazából aztán a valós idő, hogy mennyit tudok dolgozni, az nagyon sok dolognak az együttese. Milyen az idő? Ma betonoznak. 40 köbméter beton. Richard mindig azt szereti, hogyha az esős időszakban megyek vissza, mert nagy fotós, és pontosan tudja, hogy az esős évszakban sokkal szebbek a színek, tehát hogy igazából alám dolgozik ezzel, hogy azt mondja, hogy ilyen március-április környékén érdemes kimennem, mert akkor már nem szakad az eső állandóan, de nagyon szép a vegetáció, és akkor mindig azt mondja, hogy én úgy érkezzek, ha már tudok fotózni, hogy a színek rendben legyenek, meg ott minden jó legyen. Na most te mondtad ki Richard nevét, akkor kérdezem, hogy ismerted-e mielőtt Kongóba megjelentél? Abszolút nem. Nekem volt egy kollégám, aki Fabók Bálint, aki megtalálta valahogy, olvasgatott, és megtalálta az interneten az ő történetét. Akkor még igazából abszolút nem volt ismert Magyarországon. És akkor elém tett egy cikket, hogy te figyelj, van ez a fószer, itt van kint, Kongóban, tök érdekes, hogy ő ki szeretne menni. Aztán ő kapott egy ösztöndíjat rá, kiment Kongóba, de csak 3 napra, és ez a 3 nap engem elriasztott, mert hogy 3 napot nem lehet fotósként ilyen nagy ívű. Ja, hogy ezt pályázhattad volna meg esetleg. Hát igen, de hogy nem volt értelme. Tehát 3 nap az ilyen léptékű témánál, az olyan, mint ha azt mondanám, hogy kapsz András 2 percet, hogy összefoglald. Magáról, Dr. Hardy Richardról miből értesültél? Akkor, amikor én megtaláltam az ő történetét, akkor már Idestova 23 éve dolgozhatott kint, és mondtam, hogy ez így nem létezik. Tehát ez annyira sok idő, 23 év egy projektre, hogy ez, itt valami nem oké. Kongóba úgy mentem ki, hogy egy szerzetesi közösség tagjaként, ez a 8 boldogság. A 8 boldogság katolikus közösség tagjaként, ahova Magyarországon léptem be, és kiderült, miután elvégeztem a szemészeti szakvizsgát, hogy ott kint Kongóban van nekünk egy kórházunk. Vagyis egy állami kórház, amit a mi közösségünk már 82 óta vezet és anyagilag támogat. És akkor kértem, hogy mehessek ki, amit nagyon nagy örömmel vettek, mert nagyon nagy hiány volt orvosban, illetve főleg szakorvosban, abban a rendkívül nagy hiány volt az akkori Zaírban, de a mostani Kongóban is szakorvos, az nagyon-nagyon kevés van. A kórház, amit találtam, az elég rossz állapotban volt, megmondom őszintén. Egyik ilyen megdöbbentő élmény,
élményem volt, amikor először fölvittek a kórházba, ugye mentünk kórteremről kórteremre, ezek ilyen nagy házak, ilyen nagy barakszerű épületek, és akkor látom, hogy ottan egy kutya átmegy a kórtermen, meg van ott kecske, az egész olyan nagyon kietlen vidéken volt, nem volt körülkerítve akkoriban a kórház, teljesen ilyen átjáróházszerű volt. Úgyhogy hát ezek ugye megdöbbentő élmények a legelső, amikor ugye körül jártunk a kórházba. Na most ettől kezdve azért azt láttam, hogy egyre jobban fejlődünk, és egyre jobban fejlődtek a struktúrák, és fejlődött a személyzet is. Úgyhogy gyakorlatilag ez fogadott. Személyzetileg semmi nem volt, én egy bőröndnyi finom sebészeti műszerrel mentem ki, azt sikerült vásárolnom, de nem volt például személyzeti mikroszkóp, tehát operációs mikroszkóp nem volt, amikor kimentem. És akkor kínomban gondolkoztam, hogy mit lehetne csinálni, pénzünk nem volt az elején még, hogy vegyünk mikroszkópot. Én egy távcsővel jöttem ide, és akkor rájöttem, hogy akár egy részét felhasználva létre lehet hozni olyan optikai rendszert, ami ilyen mikroszkópszerűen működik, és akkor csináltam egy ilyet. Fél évig azzal operáltam, hát alig lehetett benne látni. Azért a világítása az koaxiális volt, sztereóban láttam a dolgokat. De közben akkor rendeltünk egy ilyen hordozható mikroszkópot, és akkor az 97 elején megérkezett, úgyhogy akkor megváltozott a világ. A főváros az egy ilyen lüktető, nagyon intenzív dolog, és egyben abszolút nem fotózásra van kitalálva, mert nem szeretik az európaiakat fényképezőgéppel a nyakamban. Tehát nekem volt ott egy munkám, amit meg kellett csináljak, Richard történetétől függetlenül. Engem 3 perc alatt kapcsoltak le rendőrök, kiabáltak, tehát szóltak be nekem mindenfélét, hogy hova takarodjak. Ez nem egy baráti közeg feltétlenül. És abban a pillanatban, hogyha távolodunk el a fővárostól, tehát minél beljebb Kongóba, az emberek elképesztően barátságosak lesznek, normálisak. Tehát ez a nagyváros és a vidék viszonya. A tűz és víz. Hát ők nagyon befogadóak, nagyon kedvesek, rendkívül nyitottak. Mondhatom tényleg őszintén, hogy érzed, hogy szeretettel fordulnak feléd, és szeretettel fogadnak be. Az egy másik dolog, hogy ugye a betegnek a személyzet felé lehet félelme, igen, mert nagyon sok hát rossz példát láttak korábban. Például szürkehályog, ugye az a erősen elterjedt betegség, és ha nem hozzáértő kéz nyúl hozzá, akkor nagyon-nagyon nagy károkat okoz. Ilyen esetről rengeteg van. Van olyan, hogy őserdőben, meg a szavannákon járnak ilyen, hát ápoló végzettségű emberkék, és operálnak, próbálnak operálni. Nagyon sok kárt végeznek, kárt okoznak sajnos, és számtalan megvakult szemet láttunk ilyen beavatkozások után. Természetes ilyenkor, hogy a nép kicsit fél ettől, hogyha szemet kell operálni. Amikor így elmegyünk távoli helyekre, akkor nehéz összeállítani egy műtétes programot, mert betehetsz az első napra 20 műtétet, nagyon gyakran csak 10 beteg van ott. Sokan óvatosak, és nézik, hogy milyenek is az eredmények. Megvárják, hogy ez az első műtétes nap lemenjen, utána leveszik a kötést másnap, és akkor figyelik, hogy hú, hát igen, van jó eredmény, igen, lát, igen, igen, na akkor én is jövök. És Richard Kinshasába találkozott vele? Nem. Buzsimájban, és ezért mondom, hogy ez egy kicsit ilyen meredek, ilyen Afrikát egyáltalán nem ismerő valakinek, hogy belecsöppenek a legdurvább ilyen metropoliszba, ahol nem tudok tájékozódni, ahol minden képlékeny, ahol már megtapasztalja az ember az első másodperctől kezdve, hogy a rendszer az nem barátságos velem. Tehát a reptéren már nem engednek ki, mert kötekszenek, nem jók a papírjaim, azt verek, hogy lefizessem őket, de nem lehet tudni, mert én nem honnan tudjam, hogy most vagyok ott először, hogy ez, ha lefizetem őket, akkor abból nem keverem magam nagyobb bajba, mennyivel tudom lefizetni, hogy ne keverjem magam megint csak bajba, tehát az egész onnantól egy ilyen teljesen képlékeny masszára változik, és ha ezt valaki nem ismeri,
mert így első kiérkezőként nekem erről fogalmam sem volt, akkor semmi másról nem szól az ember életem, mint hogy kapkodja a fejét, hogy már megint helyzet van, és megint meg kéne oldani valamit. Állandóan megoldandó problémák vannak. Tehát Afrika, meg Kongó főleg szoktuk egymást ugratni ezzel, hogy na mi a következő feladat, mi a következő probléma. Ugye ahhoz, hogy dolgozni lehessen, meg kell teremteni olyan dolgokat, amik evidenciának számítanak itthon. Meg kell teremteni, hogy legyen áram. Ezt az állami áramfenntartó vállalat nem adja meg. Meg kell teremteni, hogy legyen víz. Ott, ahol vagyunk, ahol dolgozni akarunk. Csúfába korra délután érkeztünk egy ilyen nagyon lepusztult hosszú ház elé, és megszólal a passzián, hogy itt vagyunk a Csófai Közkórház előtt. Persze ilyen épületet gyakran lát az ember, csak Csófáról én olyan sokat hallottam, hogy ez milyen komoly, és azért nagyobb valamire számítottam. Tehát amikor misszióban megérkezünk egy ilyen ismeretlen helyre, már egy bizonyos felmérést végeztetek a kollégákkal, tehát felveszik a kapcsolatot a helyi igazgatósággal, és akkor pár ilyen standard kérdést föltesznek, hogy van-e áram, és ha van, akkor milyen áram, milyen generátor, mennyit bír a generátor, a műtőjük van-e, hány műtő van, és amikor megérkezel a körbe, visszad igazgatóság, hogy így néz ki a kórház, ennyi termünk van. Persze meg kell teremteni, hogy struktúra legyen, hogy egy munkamorál legyen, ezeket mind meg kellett teremteni. Tehát probléma az állandóan van. De hát ez a szépsége a missziónak, hogy az ember oda megy, és akkor próbálja előre vinni az egészet, és próbál megteremteni olyasmit, ami addig nem volt. És hát azt hiszem, hogy most tényleg sikerült, tehát most ez a szemészeti klinika, ahol vagyunk, ez a rendelésben évente ott körülbelül Buzsimájon belül 8-10 ezer új beteget lát el, amiből, ahogy mondtam az előbb, körülbelül 2000-2500 beteget tudunk operálni. A rendelést azt nagyon jól megszervezték a helyiek, korábbi években voltak incidensek, tehát nagy tömegben oda sereglett emberek, rendszerezni kell, kezelni kell, megszervezni azt, hogy minden napra 250-300 beteget látunk, külön szervezet kell hozzá. Most a 10 nap alatt tényleg rengeteg beteget látunk, mert 3500 járóbeteget láttunk új esetként el, és 270 vagy 280 operációt, műtétet végeztünk, ami elég komoly szám. Itt azt kell tudni, hogy a belső vidékeken szemészeti ellátás az gyakorlatilag nincs, vagy ha van, akkor az nagyon-nagyon rossz. Hogy lehet oda jutni? Hát vannak utak, de rendkívül nehezen járható utak, tehát oda 3 nap nekünk kell jutni, 800 km autóval, terepjáróval, és akkor ott fel kell pakolni mindent a kocsiba, és akkor azzal felbumlizni oda, az 3 nap út, és akkor ott megszállunk, és elkezdünk akkor rendelni, elkezdünk operálni. Általában egy ilyen nagy misszió az 3 hét. 3 hét alatt mi tudunk körülbelül 1000-1500 beteget megvizsgálni, és azoknak kb. 10%-át, 15%-át operálni, az ami mondjuk 150-200 beteget. És akkor a többi mikor kerül sorra? Hát a többi a legközelebbi alkalommal. Igen, tehát a mi erőnk is véges, ugye. Igazából hosszú távú tervem, hogy ezekben a megyékben, amit mondtam, ez az egyik a Sankuru megye, a másik az a Lomami megye, ezekben a megyékben is nyissunk egy-egy centrumot, aminek a működését támogatnánk, először felszerelnénk, működését támogatnánk, és akkor ott is lenne már ellátás. Ez a hosszú távú, a következő évekre tervem.
Körülbelül 10 év után ugye megszületett az a vágy bennem, hogy valami maradandó legyen, ami egy olyan eszköz lehet az itteniek kezében, ami tényleg a személyzetet teljesen kiszolgálja, és így jött be ez az ötlet, hogy építsünk valamit, építsünk kórházat. Illetve ugye, hogy jöjjünk Buzsimájba, és nyissunk egy személyzeti centrumot először, mivel pénz nem volt, ezt bérelt helyen csináltuk, és akkor azonnal megjött az az ötlet, hogy ez így nem jó, mert azok a házak nem adaptáltak arra, amit csinálunk bennük, ahhoz nem lehetett hozzányúlni, mert nem a miénk, elég drága volt, hogy akkor itt igazából építkezni kellene, építeni kellene valamit, ami aztán a miénk, amit mi kezelünk, amit mi tartunk fenn, és amiben aztán lehet rendesen kiképezni helyieket, és ami ugye remény szerint utána majd később már én nélkülem is tud menni tovább. Egy klassz adományból sikerült venni egy telket, és akkor itten elkezdtünk álmodozni, hogy erre építeni ezt, azt, amazt. És akkor már jöttek Magyarországról a tervezők, és akkor letettünk egy követ, megáldotta a püspök atya, és semmi pénz nem volt. Úgyhogy nagyon érdekes érzés volt ez, hogy mindenki hitt, én hittem is, nem is, de hát muszáj volt menni benne. Úgyhogy így. Megint jött valami pénz, akkor utána az ember már ugye összes ismerősét felkutatta, és akkor begyújtotta, hogy most szeretném ezt az étapot, gondolok kisebb francia non-profit szervezetekre. A közösségünknek is van egy ilyen non-profit szervezete, ők is az egyik részébe beleszálltak, akkor Magyarországról szintén csodálatos segítséget kaptunk a Pünkösdi Egyháztól. Nem akarok mindenkit sorolni, mert ilyenkor mindig elfelejti az ember a sorrendet, de tényleg így lépésről lépésre ez az első épület, ez olyan 70%-ig fölépült, és akkor a belgák a fejükhöz kaptak, és látták, hogy itt már majdnem megvan egy épület, és akkor a maradékot azt megfinanszírozták, de mert látták, hogy itt tényleg komolyan van valami, és nagyon tetszett nekik. A második épületet, ami a rendelő, azt a belgák megfinanszírozták, személyzeti kórházakat Kongóban jelenleg 4 helyen támogatnak, és ennek a menete közben jött Magyarországról egy hatalmas segítség, ahol egy nagyon komoly összeget kaptunk, amit úgy adtam be, hogy hát a műtőblokk az lenne nagyon-nagyon szükséges, hogy egy önálló épületbe át tudjuk tenni a műtőt, ahol ott teljesen korszerű körülmények között tudjunk tényleg egy olyan központot létrehozni, most a sebészeti részére gondolok a személyzetnek, amelyik az egész országra ki tud sugározni. A gyerekeket altatásban kell operálni, úgyhogy ilyenkor intravénás szereket használnak, amit nagyon jól kell tudni kezelni, mert egyrészt nem okoz olyan mély kábulatot, másrészt fent kell tartani, kell egy nagyon jó vénát szúrni előtte, és akkor ott kell álljon az, aki ezt csinálja, és akkor adagolni szép lassan, és amint érzi, hogy a gyerek egy kicsit felszínebbre került, akkor azonnal elmélyíteni. Az operatőrnek, a rájának gyorsan kell tudni dolgozni, és mindig kész kell legyek arra, hogy esetleg bemozdul egy kicsit valamennyire. Azt még tudni kell, hogy altató orvos, tehát olyan orvos, aki altató szakvizsgát végzett, olyan nagyon-nagyon kevés van, és azok is csak a nagyobb klinikákon. Úgyhogy ezeket ápolók csinálják. Én csinálom a műtétet, ezért én felelek. De az altatásért az ő felel, tehát ő neki kell az altatás minden körülményét, körültekintőjét végigvinni. Itt nagyon fontos, hogy jól kiképezzük az afrikaiakat. Nagyon fontos, hogy a személyzet az mindenki, nálunk mindenki afrikai, tehát mindenki afrikai, mindenki érzi és látja, hogy mit kell csinálnia, és ezt nagyon lelkismeretesen csinálja, és azt érezzük, hogy ez a struktúra, ami felállt, ez nekik az életük, tehát az életük ettől függ, mert itt kaptak munkát, itt van rendes, korrekt fizetésük, és tényleg ezen alapul az életük. Tehát ez egy ilyen szemlélet, amit próbálok egyrészt átadni, másrészt úgy megértetni velük, hogy ez tényleg ez életfontosságú számukra. Hogy mennyire fog sikerülni, azt nem tudom, majd meglátjuk. Te boldog ember vagy, Hardy Richard. Felemelő érzés, hogy nagyon sok beteg vár rád, és tudod, hogy jelenleg bizonyos dolgokat csak te tudsz megoldani. És akkor ez egy olyan szempontból jó érzés, hogy akkor ezt tényleg megoldjuk. Olyan szempontból meg viszont azért súly, hogy nagy felelősség is.
nekem két forgatókönyv volt a fejemben, az egyik az egyszerűbb, amikor azt mondom, hogy a Richardról szól egy anyag, és azt fotózom meg. A B pedig az volt, ami nehezebbnek tűnt, hogy megpróbálok egy gyógyulás történeten keresztül elindulva elérkezni Richardhoz. És ez baromi nehéz volt. Én azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb dolgom lesz, de hogy miután ezek a betegek a Szél Rózsa minden irányából érkeznek, nekiálltam, hogy 5 történetnek, vagy 6 történetnek, mire eljutottam végre odáig, hogy tényleg összejött valami. És az utolsó nap beesett az az alany, az a kislány, akinek a történetét el lehetett így mesélni, hogy ezt én megálmodtam. De... Nem fűzök semmit a látottakhoz, hallottakhoz, mert csak lefokoznám, vagy elrontanám az összhatást. De hát el kell búcsúznom, mert ez kötelező. Vége a műsornak. Ez volt tehát az első Csak ülök, csak azért is. És reménykedem. Helyesebben reménykedünk, vagyunk egy páran. Több mindenben, a véleményükben, hogy az kedvező lesz, és abban, hogy sok jelentkező állhat most már elő, hogy mi végre is ez a műsor, hogyan lehet követni. De még jönnek, majd egy hónap múlva újra jelentkezünk, és valószínűleg abban is ugyanezt a kérést tovább viszem, és aztán lesz majd olyan, ahol minden egyes epizód Önök által beküldött anyag, vagy készített anyag lesz. Arra leszek a legbüszkébb. Mondjuk egyen leszek büszkébb, ha egyszer már a műsorvezető is mondjuk tőlem származik, de nem én vagyok.